Játékautók. Szia! Emlékszel a szuperautószerelő műhelyre, ahol sportkocsikat raktunk össze, méghozzá kábriókat, és az egyiket még fel is tuningoltuk? Hát ebben a részben ismét szerelni fogunk, most azonban munkagépeket. Kezdjünk neki! Wow! Szerintem ebből te is kitaláltad, hogy mit fogunk építeni. Bizony, egy dömpert! Kezdjünk is neki! Legelőször az alvázzal kezdünk. Itt van Ni. Az alvázra fel kell szerelnünk a kerekeket. Szereljük fel legelőször a hátsó kerekeket. Ehhez azonban csavar is kell, de nekünk szerencsére egy csomó csavarunk van. Megvan a csavar, megvan a hátsó kerék. Tegyük a helyére. Ide! Ó, ezt a kereket meg is kell valamivel húzni. Látod? Különben leesik. Erre pedig van egy szuper elektromos csavarhúzónk. Emlékszel rá? Ezt nagyon imádtuk. Befelé is csavar, és kifelé is csavar. Viszont ehhez a csavarhoz másik típusú fej kell. Ezt levesszük róla. És jöhet ez a nagyon szuper, nagy csavarhúzó fej. Akkor kezdjük még egyszer. Látod? Forog, de nem megy bele. Próbáljuk meg a másik irányba. Ez sajnos így sem fogja megtartani a kereket. Vajon mi lehet ennek az oka? Hát persze, hiszen a csavarra kell egy anya is. Az anya fogja megtartani a kereket. Ehhez nagyon ügyesnek kell lenni. Betettük a helyére, látod? Szuper! Most már jöhet a csavar. Az anya a helyén. Kézzel ráigazítjuk. Csavarhúzó! Kattanásig húztuk. A helyén van. Pörög a kerekünk. Az anya pedig nem engedi, hogy kiessen. Ez nagyon klassz. Megcsináljuk a többi kerékkel is. Nagyon klassz! Mind a két kerekünk a helyén van. Jöjjön most mondjuk az előső lökhárító. Ezen lesznek a lámpák. Az előső lökhárítót ide tesszük fel. Csak épp nézd, fordítva, mert így fejjel lefele fog világítani. Szedjük le. És mehet föl. Most már teljesen jó irányban. A helyére kattant. Így már biztos, hogy jó. Mielőtt az első kerekeket is felraknánk, föl kell tennünk a sárvédőket.
Az első sárvédő a helyén. Szerintem most tegyük fel a kereket, hiszen a kerék fogja rögzíteni a sárvédőt, és így biztos, hogy nem fog leesni. Kézi csavarhúzóval biztos, hogy lassabban haladnánk. Na, tudod már, hogy miért nem megy a helyére a kerék? Ugyanaz a baj, mint az előbb. Nem tettük be az anyát. A csavar és az úgynevezett anya mindig együtt járnak. Velük sok mindent össze lehet szorítani. Bent van a helyén, így már újra meg tudja fogni a csavarunk. Megvan! Ez a kerék is a helyén. De van még egy kerekünk, és még egy sárvédőnk. Wow, ez már így is nagyon jól néz ki. De egyenlőre még nem hasonlít egy teherautóra. Méghozzá egy dömperre, ezért felszereljük a többi dolgot is. Például a vezetőfülkét. A vezetőfülke nagyon nagy. Rátesszük. És mivel ilyen nagy, ezért egy óriási csavar kell neki. És lefogadom, hogy itt is szükség lesz anyára. Ez majd menet közben kiderül. Mehet bele a nagy csavar. El is tűnik benne. Oda néz, nagyon mélyre besüllyed. Próbáljuk meg becsavarni. Nem kellett anya, anélkül is megtartja. Le sem bírom venni, nagyon stabil. Jöhet a dömper hátulja, ezzel nagyon sok homokot el fog tudni szállítani. De vajon mihez rögzítsük hozzá? Hát persze, itt van egy nagyszerű alkatrész. Kattant, vagyis a helyén van. Már majdnem kész a dömperünk. Ezt ide rátesszük. Ennek tudni kell billennie. Ezért nem lehet nagyon szorosra meghúzni, de csavar és anya mindenképpen kell bele, hogy megtartsa. Innen jön a csavar. Erről az oldalról pedig az anya. Szuper, csavarhatjuk. Megvan. Direkt nem húztam kattanásig. Ha kattanásig húztam volna, akkor a dömper nem tudná lebillenteni. Így viszont remekül billen. Belemegy a homok. És itt már ki is jön. Összeraktunk együtt egy nagyon szuper dömpert. És ezzel a dömperrel még nincs vége.
mert építünk még egy munkagépet. Wow! Kitalálod, hogy mi ez? Igen, egy markoló! Itt van az óriási kanala. Gyorsan építsük össze! A markoló is hasonlóan épül fel, mint a dömper, csak más alkatrészekből. Itt már tudjuk, hogy nyugodtan beletehetjük az összes anyát, hiszen úgyis szükség lesz rá a kerekeknél. Minden anya a helyén van, viszont oldalanként 1, 2, 3 anyát tettünk be. Vagyis 4, 5, 6 összesen. Viszont nekünk, ha jól látod, csak 4 kerekünk van. Így valami más fog jönni szerintem ide. Hogy micsoda, az is hamarosan kiderül. Először is tegyük helyére az első kerekeket. Ahhoz, hogy az első kerekeket feltegyük, kellenek a sárvédők, ugyanúgy, mint a dömpernél. Egyik sárvédő a helyén. Másik sárvédő. Szintén a helyén. Jöhetnek az első kerekek. Nézd csak. Látod? Kihagytunk egy anyát. Pótoljuk. Anélkül biztos nem áll meg a kerék a helyén. Szuper! Mehet! Ha kézzel egy picit becsavarjuk, akkor utána géppel már sokkal könnyebb lesz. Ez a kedvenc hangom. Azt jelenti, hogy helyén a kerék. Kattog, mert már nem megy tovább. Fejjel lefele áll az autónk. Jöhet a másik kerék. Szuper! Megvan! Az első két kerekünk. Szerintem tegyük fel a lökhárítót is, így már egyre jobban fog hasonlítani egy markolóra. Erősnek kell lennünk! Kattant! Azt jelenti, hogy a helyén van. Jöhet a hátsó két kerék is. Fordítsuk meg, mert szerintem úgy sokkal egyszerűbb. Pörög, és nem esik le. Ha nem tettük volna rá a sárvédőket, akkor fejjel lefele is tudna menni a markoló. De egy markolónak nem ez a dolga. Folytassuk az építést! Sokkal, de sokkal egyszerűbb dolgunk van, hogyha a markolókanalat és a hozzátartozó szerkezetet előre összerakjuk, és ezután helyezzük rá az autóra, mert így könnyebb dolgunk van, és gyorsabban haladunk. Gyerünk, kezdjünk neki, mert nagyon sok dolog van még! Óvatosan betesszük a helyére.
Jöhet a csavar. Ezt a csavart betekerjük, de nem húzzuk meg. Oda néz! Kész van a markolókanál és a hozzátartozó elem. A csavarokat azért nem húztuk meg, mert akkor nem tudnál megemelni a kanalát. Tegyük a helyére! Kezd úgy kinézni, mint egy igazi markoló. Rögzítve van. Már csak a vezetőfülke hiányzik. Szerinted így kell oda tenni? Így biztos nem. Ez a jó irány. Viszont még a teteje is hátra van. Tegyük rá azt is. Az egészet egy nagy csavarral összefogjuk. Megvan! Kész van a markolónk is! Wow! De hiszen ez nagyon jól néz ki! Gyorsan próbáljuk ki mind a kettőt, mondjuk földi mogyoróval. Itt van a sok földi mogyoró, mi pedig megkérjük a markolót, hogy szedje össze. Oda néz, bent is van a kanalában. Megemelte, mehet bele a dömperbe. Szuper! Mind belefér a dömperbe. Akkor pedig szedjük is bele. Minden földi mogyoró a helyén, indulhat a dömper. A dömper pedig ezt a földi mogyorót ki is tudja önteni. Nézzük meg hogyan. Ez szuper jó volt! Vagyis ez azt jelenti, hogy építettünk egy remek kis dömpert és egy még remekebb markolót. Remélem tetszett a mese, legközelebb más játékokat is kipróbálunk majd. Iratkozz fel a Játékautók csatornára, és nézd meg a többi mesét is!